Sziasztok! Ezt a nagyon szép textúrált mintát hoztam. Igazából nagyobb felületen mutat jól, úgyhogy talán ez a kis mintarész ez kevés ehhez. De az a lényeg, hogy egy különleges öltéssel lesznek ilyenek a szemek. Ezt matrioska öltésnek hívják, és hát majd mutatom, hogy hogy készül. 6 többszöröse plusz 1 plusz 2 szélszem, amit fel kell szednünk a tűre, és a minta 10 sorból áll, de az első kettő az egy bevezető sor, és amit ismételni kell, az pedig a 3-tól 10 sorig található. Mutatom a visszáját is, de ez igazából nem annyira látványos, mint az eleje, és akkor kezdjük is. A bevezető sor miatt egy másik vonallal mutatom meg, hiszen a kezdeteket is szeretném megmutatni. A lehető legkevesebb szemmel mutatom, ez 9. Most a tűmön az első szemet, a szélszemet, azt leemelem. Majd egy sima, fordított. És ezt ismétlem a sor végéig, tehát sima, fordított, sima, fordított, és sima. És a sor végén pedig egy fordított szélszem. A második sor. A szélszem leemelése után végig fordított szemeket kötünk. Egyébként minden páros sorban így fogunk eljárni. És a szélszem, az egy fordított. Tehát ez az a két sor, amit egyetlen egyszer kell megkötni, és a harmadik sortól ismételjük mindig a sorokat. A harmadik sor jön, szélszem, majd kötök egy fordítottat. A következő szemet azt úgy kötöm le, hogy ezt a szálat felemelem a bal tűre, és lekötöm. Ezt a szálat pedig csak simán átemelem. És itt most két szál van a tűn egymás mellett. Tehát egy fordított, majd ezt az alsó szálat, tehát ezt, ami itt van hátul, ezt kötöm le. Így is le lehet kötni, tehát kinek, ahogy kezére esik, vagy visszateszi, vagy mindjárt beleszúr, és úgy köti le. Ezt pedig odarakom mellé. Fordított. Lekötöm. És átteszem. És a sor végén fordított, majd jön egy fordított szélszem. A negyedik sor jön. A szélszemet emelem. Fordítottat kötök, és ezt a két szemet is fordítottan kötöm össze. Tehát adja is magát a dolog. A következő szimpla fordított, majd megint két szem fordított, és így haladok sorban. Ötödik sor jön, szélszem. Fordított, ugye idáig ugyanúgy készül, mint a harmadik sorban. Viszont itt most egymás mellett két szál van. Ugye itt megint nem a felső szálat nézzük, felső szemet, ami a tűvel, hanem az alatta lévő két szálat. Ugye itt egymás mellett két szál van. És nekünk erre van szükségünk, erre a külsőre. Most ezt emeljük fel, ez ismét egy újabb lekötési módszer, ugye, hogy előről a bal tűre felveszem, és így kötöm le. Majd visszateszem a másikat a tűre, illetve átteszem a tűre, tehát egy fordított, és ugye itt két szál van. Ez az belső, felénk eső szál, és van itt egy másik is, és nekünk erre van szükségünk.
erre a külsőre. Lekötöm simán, és ezt pedig átemelem. Fordított. És ugyanúgy ezt is köthetjük úgy, hogy felemeljük ide, és így kötjük le. Tehát kinek, ahogy kezére esik. És ez pedig egy fordított lesz a sor végén is a szél. A hatodik sor, az ugyanaz, mint a negyedik, tehát fordított szemeket kötünk, és azokat a szemeket pedig, amelyek így egymás mellett állnak, azokat is fordítottan kötjük össze. És itt már el is készült az első mintarészünk, és ugye itt tulajdonképpen az történik, és ez azért matrióska minta, mert itt egymásból bújnak ki a szemek, tehát ezek a belső szálak, a szemek, amiket nem kötünk, hanem mindig csak átemelünk, és itt körülötte pedig itt van a másik szál, amit felemelünk, és amiket lekötünk. És így, mint a matrióska babák, úgy bújik ki egymásból a szem és a minta. És akkor most ismét jön négy sor, de igazából ezek ugyanolyan sorok lesznek, csak éppen eltolva. Ugye a harmadik sor az úgy kezdődött, hogy fordítottal kezdtünk. Itt most úgy kezdjük, hogy felemeljük ezt a szálat, mindjárt a szélszem után, lekötjük, majd átemeljük a következőt. Tehát egy szemmel elcsúsztattuk a mintát. Felemel, én szerintem még ez a legegyszerűbb lekötési módszer, hogyha felemeljük a bal türe, és úgy kötjük le. És az utolsót. Jön a nyolcadik sor. Itt ugyanúgy, ugye fordított sor, amik egymás mellett állnak, azokat fordítottan összekötjük, és a szimpla szemeket is fordítottan kötjük le. Kilencedik sor jön. Ugye itt a mintánk, itt van a két szem egymás mellett, két szál, és nekünk ez az alsó, külső szál kell. Felemeljük, lekötjük, ezt pedig átemeljük, és jön egy fordított. Ugye itt a két szál, amiről szó van, és nekünk erre van szükségünk. Felteszem a bal tűrre, lekötöm, átemelem és megyek tovább. Fordított. És itt is ugyanúgy, illetve itt egy kicsit megcsavarodott a fonal, tehát erre van szükségem a külsőre. A másikat szedtem fel a tűre, és egy fordított a sor végén, és a tizedik sor az pedig értelemszerűen fordított végig, a dupla szemeket összekötöm, és a szimplákat is fordítottan kötöm le. És kész is van a 10 sorunk, és ugye, mint mondtam, a 3-tól 10 sorig ismételjük. És ugye itt volt az első mintánk, itt a matrióska mintánk, és itt pedig eltolva mellette a másik. Tehát itt vannak az eredeti szálak, amiket nem kötünk, csak átemelünk, és ezeket öleli körbe ez a külső szál. Úgyhogy próbáljátok ki, mutatom a másikat még egyszer, ahol nagyobb felületen látszik,
Egy nagyon szép textúrájú mintát kapunk.